Igen. Ó, ja, das ist schön. Wunderschön Wirtschaft a Moggarénában. Ja, nem is vagyunk otthon, bocsánat. Páf, hopp, és már itt is vagyunk. Nézzük meg Del Piero-t. Nézzük meg, hol van. Grazie perché tu sei Del Piero. Itt vagy. És first owner vagyok, tehát ez gyakorlatilag én igazoltam le Del Piero, gyerek. Én. Egyébként ezt el lehet adni? Del Piero első labdaérintése. Ho-ho-ho! Második labdaérintésből kérem szépen! Hát ő az én emberem! Ilyen nem tudom, van-e a világ foci történelmében, hogy valaki a második labdaérintésére, ahogy leigazolják a csapathoz, már bizonyítja hihetetlen erejét. Hogy de szépen áthámozta, és már megy is! Már megy is! Úgy, ott a második. Most a kollega úr valamiért kilépett, nem is értem, mi baja van. Minden esetre azt hiszem, hogy eltűnt az éterbe. Most én is egy kicsit visszább leszek az agarakkal, de hát nem tudok, az a baj. Úgy, és... Hát ez Del Piero, kérem szépen, csoda ez a pali, te, hát ez elképesztő, amit ez művel, a labdával az varázslat. Júj, nagyon jó, nagyon jó. Senki nem gondolta, páf, azt a labdát figyelzi, barát. Hoppá, Teó áthúzza és be is fejezi, köszönjük szépen Teónak. Hogy szórakoztatja a közönséget. Igen. Ó, ja, das ist schön. Wunderschön Wirtschaft a Moggarénában. Ja, nem is vagyunk otthon, bocsánat. Elnézést, nem állna meg egy pillanatra. Elnézést. Igazoltatás, ez a labda nem az öné. Ez a mi labdánk. My ball. Angolul. Még egyszer megtolod, megcsinálod! Nem kellett volna pont a 16-osnál! Hát hogy lett ilyen buta? Megvan a második győzelmünk. Bum! Alessandro is lőjön már, illetve Anderson, ezt akartam mondani, na. Nézheted, öcsém! Jó van! Jó hangja volt! Jegyezzétek meg, moggerek, hogy mindig tiszteljük az ellenfelet, kivéve, hogyha kiskutyának öltözik. Oly, de szép ráfordulás! Most, azaz, azaz, azaz! Úgy van, úgy van, úgy van, úgy van, megvan végre az a tetvedék, harmadik! Ugye is mindig 3-0 volt. Ki ez a srác, aki ennyire jól játszik, gyerekek? Pung, és már bebiztosítottuk magunkat. Kettőszörös szorzón vagyok, csokolom. Júj, nagyon jó. Nagyon jó. Igen, hát ha ezt megnyerem, akkor ott a negyedik osztály. Azt mindenki... Nem mondom, hogy bekaphatja, csak gondolom. Na. De az a baj, nem tudom irányítani, érted? Tehát nyugodt tudnék maradni, ha az történne, amit akarok, de 90%-ban máshova mennek a passzok, mint én akarok. Most szerezd be! Azért mondom. Na szép, Éri. Köszönöm szépen. Jó, meg vagyunk. Jó. Ott is van. Is így kellett, gyerekek, látjátok? Nem kell idegeskedni, ez csak egy játék. Nyugodt tudnék maradni, ha az történne, amit akarok. Úgy is van. Na, ott van még egyszer, most hát tessék befejezni. Jó, akkor majd a Cassie-jé.
Így van. Tényleg, hogy ott kesztyűvel kell gólt végyek, mert egyszerűen ne, nem megy se a derbi. Nagyon jó száj, de na, szép. Isten. Ez teljesen olyan, mint én csináltam. Bum! Arról van szó. Jó. Ó, vissza! Vissza! Ott van! Gyönyörű! Gyönyörű, kérem! Nem tudom, azért ezt nyerő szériában nem hagyjuk abban, nem? Most a Filippa, hogyha tudna futni, már ott lenne melletted, de nem, nem kell! Hát Del Piero. Del Piero. Nagyon szép. Nagyon szép. És a Del Piero-ra vált. De nem tudok váltani, Isten áldja meg, most itt vagyok. Nagyon jó. Nem kell. Del Piero, nagyon jó. Na, hát gólparádé, kérem! Bassza meg! Szop cigit! Szop cigit! De még nem tudsz verni! Áram! Oké! Okay. Elég volt a szarakodásból! Ahahahaj! Na mi a fogsz? Az a jó! NDK úszónő vagyok, nem kislány te! Neked van olyan botod? Az kurva jó! Ne tölts lövés közben, te hülye gyerek! Úgy, ennyi! Ez az három golyónként van. Nem érdekel. A lényeg, hogy látványos legyen az akció. Most azért jöttünk, hogy szórakoztassunk, kérem szépen. Halálosztás mesterfokon. Ha tündöklő személyét áthelyezni a mester. Ja, hogy én magamat. Ez is megvalósítható, mert ez egy ilyen csatorna. Tehát direkt azért csináltam egy csatornát, ahol nincsenek akadályok. Csak amire azt mondom, hogy na ez akadály. Az az akadály maximum, de az összes többi az nem akadály. No. Problem. Úgyhogy most fogom magam, és... Így. Jó, mehetünk is tova. Nem máshova, hanem oda. Jóba lettos volt a Yoda, ugye? Nem árt, hogyha a shotgun a kezünkben van. Gyerünk! Sehol senki! Ennyire lúzerek vagytok, hogy maradjál már. Jó, akkor elolvassuk ezt. Legalább legyen tampon, mert vérzik a mogács. Ugyanis megivott a titán. Elnézést. Ha te így gondolod, akkor most a levegő visszatartás, bár nem tudom, hogy van. De nem rossz! Ja, melyik az? Oh. Ja, hogy itt vagy! Where is your fegyver? Itt van! Van még valaki, bizony. A füttyös Jóska. Azt a kurva! Kitérét, faszod! Kicsit én megyünk, kicsit nagy bajban vagyunk, gyerekek. Mit csinál? Miért nem csinálja? De ne gyártsál, bazd meg, rosszat nyomtam, nagyon veszélyesen játszom. De rossz helyre jöttél. Bazd meg! Ki vagy egy másik NDK úszónő? Harab le! Úgy! Azaz, jó lesz ez így! A kurva anyád! Jaj, ne! Húz rólam a gecibe! Hopp, és ott... Mi volt 4 hónappal később? Ezt nézd meg! Figyeled? Technika. Érted? Technika. Júj, nagyon jó! Nagyon jó! Egy. Kettő. Három. Négy. Azaz, de jó vagyok, mi? És akkor nem mennénk innen el? Vagy most mi a terv? Úgy.
baszódj meg, baszódj meg! Köszi, 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 köszi! Köszi, jövök egyel! Ülni! Erről van szó! Ajajaj, megint, várjatok már, én lassú vagyok! Na gyere! Na! Az anyád! Én vagyok az igazi NDK úszónő, nem te, te pöcs! Ezt viszont egyszerű. Úgy, de! Tele a szeme a kalapáccsal, ahogy szokták ezt mondani. Az NDK úszónő mindenre képes. Ursula! Meg kell mondjam, meg vagyok elégedve a teljesítményemmel, még mindig nem haltam meg, pedig mindent megpróbáltam az ügyben. Miért nem nyufantam meg? Mert elképesztően durva vagyok. Kurva! Miért nem nyufantam meg? Mert elképesztően durva vagyok. Rohadékok, most én megyek elétek ezért! Elgurult a gyógyszerem! Hol vagytok, pöcsfejek? Itt vagy? Nesze, nem vagy itt, csak azt hitted, hogy itt vagy, te senki. Hol a többi? De basz, ha egyszer én kezdem el nyomni a gombot, akkor te ne gyere gombot nyomni. Úsra szállsz halála. Meg lehetek van! Arany, ezüst! Lányok, hosszú katinka, jakabosú! Egyérem ide, egyérem oda! Mindegy lett volna, mi a vége, hogy melyik őtök győz! Te győztél, Katinka! Te vagy a királynő a 400 vegyesen! Forduljatok el, ezt felolvasom. Will, kidőlök! Az egész balhét adrenalin löket ellenére az influenza kicsinál. Aludnom kell pár órát, hogy leküzdjem ezt a szarságot. Eladtam a kicsit, azt hiszem, kicsit felkavarta a sok agresszió. Elaltattam a kicsit. Azt kérdezte, anya, miért lögdöstétek azokat az embereket? Mondtam neki, csak így juthatnak fel. Bólogatott, de szerintem nem érti még teljesen. Talán. Hát itt ezek nem gyógyultak meg, de a reményt nem adjuk fel, ugye? Mert a remény hal meg utoljára, előbb pedig ezek haltak meg, akik itt vannak. Szerintem ez biztos élvezni az összes. Ez jó volt. Júj, nagyon jó. Nagyon jó. Ó, de jó, és ott van egy nagy mocsok is. Na mi van? Ennyi, gyerekek. Ennyi, látjátok? Ennyi volt az egész. Kár izgulni, hogyha én játszom egyébként. Nézd meg ezt a... Tökéletes munkát végeztem. Van egy ilyen híres dal is. Jaj, de nagyon jó vagyok, jaj, de nagyon jó. Olyan vagyok, mint a Mikulás apó. Ajándékot viszek, s jó gyerek majd megkapja, akkor ha az NDK-s nő ezt az ajtót bebassza. Hej, hó, nagyon jó NDK-s nőnek lenni. Csoda jó. De azt nem mondod, hogy nem tudok visszamenni. Ne. Ezt nem csinálhatják meg. Hát ott van a... Ne. Megint lemaradt egy páncélzekrényről. Ne már! Légy szíves! Légy, nem lettek ennyire durvák és könyörtelenek. Tele van lúttal az egész hajó, én csak eljöttem erre körbenézni, ezt ne csináljátok velem!
Ott van minden, ami fontos. Minden, ami fontos számomra, gyönyörűen elintéztem az egész bagást azért, hogy nyugodtan fücsürészve lútolhassak az esőbe, és most ez maradt. Az egész. Leszbikus életem szart nem ér lút nélkül. Hopp, jaj. Ó, jó van, köszönöm. Ezzel a pár petákkal kibaszták a szememet, de nem baj, Utah államot megnézzük, miről híres, arról, hogy bele van csapva egy ácskapocs. Ez Utah? Azért szerintem ez kicsi csuta. Ezt a szóviccet megérdemlitek, mert nem volt lútom. A játék, amiről már rengeteget hallottunk, nagyon sokszor ki akartuk próbálni, és most eljött az idő, mondjuk pont a legújabbat fogjuk kipróbálni, de ugye R6-ozni, ahogy ezt a gamer slangben mondják, tehát hogyha bemész a gamerország gamer közepébe, és ott arról beszél két ember, hogy szevasz tesa, azért lila hajam, mert ma R6-ozok, akkor tudjad, mester, hogy ez a Rainbow Six. Arról beszélnek, hogy a VR SSC már bemutatta, kicsit le van maradva a csatornák. Gyerekek, akkor mennék, köszönöm. Elég volt a magyarázásból. Én elkezdtem, tessék. F-fel, F-et nyomom, ja hosszan. Páf, tessék. Hát ennyi, erről beszéltem, gyerekek. Hát ez a titán, érted? Egyből megtaláltam azt a gombot, amire az egész feladatot megoldom. Most mit csináljak még? Szerintem nem rossz játék, nem tudom hány évig fejlesztették ezt az egy pályát. Kicsit több tartalmat bele lehetett volna tenni. Hatalmas tapsot kérnék a jeges tekintetű Frostypánnak és a búgó hangú Lólámának. Maradjál már! Gránátot neki. Elég lesz, popádat befogod, úgy. Na. Hát ez sikerült, azt írja, nem? Hopp, na! Ki az, aki összebaszta a WC-t? Jöjjön elő! A női WC volt, ha jól láttam. Ki kéne ide majd írni, jó gyerekek, hogy mit ne dobjanak a WC-be, meg mit ne dobjanak a tükörbe. Tök jó, hogy látom fekete-fehérbe is az egész pályát. It's a feature. Egy kis injekciót, beoltjuk a kis köcsögöt, jó? Következőt kérem, ez a Covid ellen van. Így, őt is beoltjuk. Oké. Okay. Majd felrobbantok? Jó. Az oltás működik. Ez viszont rohadt jó, hogy lehet hallani a lépteket, megmondom az őszintét. Mert a lózomba... Aha, ott jön valaki, nézd! Hallok én a pofátokra, fogunk itt gondolkodni, gyerekek. Megyek végig, mint a Doomba. Mégis így legalább egységes ezzel a takonnyal minden. Oké, meneküljetek! Hol az a gomb, amit meg kell nyomni? Túl végén ott van, és akkor a falon keresztül lehet lőni ilyenkor. Aha, valami beriasztódott. Semmi baj, nincs, dolgozom. Ezt én levadászom szintén átúról. Azt az ember kell kiszedni. Azaz. Ahol az megvan. Ajjaj. Szórjuk a mocskokat! Nincs egy egészségügyi ládája valakinek? Egy orvos nem hozott senki? Hát, már elindultak felénk. Beriasztotta az egyik a neszteket. Jaj, valami belobban. Ez mi ez? Fáj, rosszul vagyok, nem látok. Tovább kell haladni, mert... Magyar. Ah! Lefeküdtem, valaki eszi a herémet. Jaj! Ah! Mindenki meghalt? Na, igen. Jól van.
akkor rendes, tisztességes munkát végeztünk. Nekem van a legkevesebb pontom? Na jó van, most sértődtem a szembérig. Hát nem engedhetem ezt, nektek kell. Jó, akkor hozzád, hozzád. Karokat szedjétek. Oh! Gyerünk! Gyerünk! Nagyon jó, mindjárt kin lesz! Mindjárt kin lesz! Megvan, mindjárt megvan! Még most megint nőtt. Oké, megvan, itt van rajtam, ismétlem. Eddig olyan a játék, hogy most kezdem élvezni. Idáig kicsit ilyen... valahogy a fegyvereknek az energiáját azt nem igazán érzem. Tehát nincs nem olyan... Nem, tehát nem az van, mint a Warzone-ban, hogy úgy van egy ilyen ütős fegyvered, és az ide-oda becsapódó lövedékeket nem... Olyan-olyan súlytalanok. De én jövök a Dokival. Ja, te jössz, ajú, akkor én nem. Én vegyek a Dokival. Nem is tudom, mit csinálok ezzel a shotgunnal. Ott a doktorkodok, a háttérben műtök, vagy bármi gond van. Pattanásokat leveszek, ilyen szemölcsöket. Igazából én csak ilyen lábköröm, meg egyéb ilyen kisebb műtéteket vállalok. Fókusz. Megpróbálok a hátam. Azaz. Megvan. Szép. A szangtompítóval gyorsan. Föl tudsz odaugrani. Az igen, azt hátulról leszedjük. De ott falon... Dehogy nem, figyeld meg. Rajtam spóra. Elég lesz? Elég, köszönöm. Pattanásokat leveszek, ilyen szemölcsöket. Figyelj, itt kéne áttörjek a falon. Nem, itt amára jöttünk, arra jó. Jó. Hittem hasznos leszek. Ez egy izgalmas kör lesz, kérem. Ugye ez vannak még, láma-láma, jönnek még ilyen taknyok vannak. Ne. Vigyetek vissza helikopterre. Hát kérem szépen, elképesztő elit alakulat, nagyon durva veteránoknak érezzük magunkat. Nem tudom, hogy fel tudok épülni a következő streaming, mert nagyon durván megsérültem, de köszönhető a kollégáknak, még életben vagyok. Hogy én szerintem a játék, nem tudom ti mit mondtok róla, nekem alapvetően tetszik, továbbra is súlytalannak érzem a fegyvereket, tehát nem az van, mint a Warzone-ban, vagy mit tudom én, mint a Red Dead Redemption-ben, hogy egyszerűen az ember jól van szimulálva a lövöldözés, ezek olyan papírpisztolyok, papírgolyókkal, nem tudom, ti ezt hogy érzitek. Olyan nem tudom, azt tudom mondani, hogy ilyen papírdíszletben papíremberek mozognak, és maga a játék, ami ki van találva, az jó. Jó, hogy kooperatív, itt lehet okoskodni ki, hogy mivel mit old meg, ugye, hát ez a Rainbow Six-nek az extrája. Ez továbbra is jó, és végül is a hangulat is jó. Kíváncsi vagyok, hogy hány napig lesz ez érdekes.